Először szevasztok! Bódja, kellem egy szombat délután mindenkinek! És nézem, hogy a kamera nem igazán egyenes. Most jobb? Jobb, maradjunk annyiban. Szóval, először szevasztok, kellem egy szombat délután mindenkinek! Én gyorsan összerakom a kávémat, és már indulhat is a főzőcske! Még fel kell ébrednem, elnézést kérek, srácok! Szia Shadow, szia Leila, hello mindenki! Valami eszméletlen módon megcsípett a cecelé, így durván olyan 11 óra körül, ugye nálunk most van dél, tehát durván egy órával ezelőtt. Tudod, ez a nehéz fáradtság kapott el, úgyhogy le kellett dőlnöm 10 percre most egy live-ot, és tudod, gumó vagyok még. Szia Mika, hello, hello! Haj, Dina, azaz, úgy bizony, srácok, ma hajdina salátát készítek, amit ezer éve nem ettem. Nem tudom, hogy miért egyébként, mert van itthon hajdinám mindig. De valahogy el lett pakolva a szekrénybe, aztán ott maradt, és már szembe jutott, hogy de régen ettem, úgyhogy ma fogok csinálni hajdina salátát. És Roli kérésére készül majd bakonyi sertés pörkölt is, vagy sertés ragú, éppen ki hogy hívja, a lényeg ugyanaz. Úgyhogy készül ma. Jó lesz. Szevasz, Koti! Lol! Hát, Mizu! Csak nem most Star Trek rajongó vagy. Szia, magyar! Szevasz neked is! Kellemes hétvégés, srácok, kellemes szombat délután mindenkinek! Remélem, otthon nincsen bolond meleg. Itt, srácok, olyan hideg van, 10 fok van kint, most már 2 napja. Olyan hideg van, hogy be kellett kapcsolom a fűtést. Én úgy fáztam, mint a kutya, 2 pulcsiban, vastag zokniban, meg mindenben, úgyhogy bekapcsoltam egy kicsit a fűtést. 31 fok van otthon? Oh my god! Hajrá, Shadow! Hát, itt 10 fok van, gyerekek. Ami általában nem szokott zavarni, de most valamilyen nagyon fáztam ma, úgyhogy most egy kicsit be van kapcsolom a fűtést, bár szerintem lehet, hogy már ki is kapcsolom, mert mindjárt úgy is főzök, majd befűtöm a lakást. Úgyhogy ja, ilyen az angol nyár, gyerekek. Remélem bírjátok a meleget, egyetek sok-sok fagyit, ígyatok sok-sok jeges kávét, kitartást mindenkinek. Nagyon-nagyon szeretem a brutál viharokat, az esőzést, villámlást, ingzengést, mindent, de a hihetetlen brutál melegeket nem hiányolom otthon. Az biztos. Ennyi mutatott az autó, hát el tudom képzelni. Ugye egy június közepe van, akárhogy is nézzük, ilyenkor azért már nagyon durva melegek szoktak lenni otthon, úgyhogy ja, sajnos ez ilyen. A lényeg az volt, hogy hűsd magad, Shadow. Nem az, hogy mit iszol, hanem az, hogy hűsd magad. Mondtam, már 35 fok körüli időt is... Jó! Néztem is rajta a pulóvert, hogy normális! Hagyja, hogy pulóver van rajta, be van kapcsolva. Most kapcsoltam ki a fűtést. Meg kellett kapcsolni a fűtést. Fáztam, gyerekek! Én nem vagyok egyébként fázós, ez a 10 fok, ez jó szokott lenni, csak az a nyírkos hűsi van most. Ugye... 3 nap, milyen nap van? Szombat, akkor péntek. A harmadik napja esik az eső, kisebb-nagyobb megszakításokkal, úgyhogy nálunk most ősz van éppen, úgyhogy, ja, ezt a pulcsiban tolja. Szia, Jenő! No, nem, Mika, Én 25 fokig vagyok hitelesítve, utána már megbolondulok. Inkább fázok, halljátok, felveszek 3-4 pulcsit, meg zoknit, meg több nadrágot, meg minden. Én aztán ráadásul nagyon is szeretem, amikor föl vagyok öltözve, sál, meg minden, amit el tudtok képzelni. Én ezt nagyon-nagyon szeretem, de a meleget utálom, mert a saját bőrömet nem tudom levetni, úgyhogy no. Én jöttem szépen. Nektek viszont kitartást az otthoni nyárhoz, menjetek el strandolni, ha lehet. Tessék vigyázni magatokra, tessék pihenni, meg sokat inni. 35 fok lesz. Hál' Istennek nem vadában élek.
Mi ugye voltunk Nevadában, ugye Las Vegas Nevadában van, és október 15-én volt az esküvünk, ami ugye ott is hivatalosan őszt jelent. Olyan buzi, mert rá volt meg akkor is, hogy azon még hihetetlen srácok. Eszméletlen. Ugye elmentünk a Grand Canyonhoz, ami ugye a sivatag kellős közepén van, kint a semmiben. Olyan baromi meleg volt gyerekek, hogy az valami hihetetlen ősszel, október közepén. No, az nem embernek való. Minusz 10 fokban is rövid nadrágban szaladgálok. Hát ez az. Hát ez az, Mika. Én ugye október 8-án születtem, én őszi gyerek vagyok. Úgy tudom, hogy amikor, abban az évben, amikor születtem, akkor már hó volt, amikor vittek engem haza a kórházból anyuék. Úgyhogy én a tél gyermeke vagyok, srácok. Én szeretem a hideget. Én nem bírom a meleget. Kb. 49,6. Ja, hát az így, az ilyenkor sajnos normális. Nem írom le, hogy mivel vagyunk. Én akkor általában Éva kosztümben rohangálok itthon, de még akkor is melegem van. Nincs az a semmi baj. Nem bírom elviselni olyankor magamon a ruhát. És az a baj igazából, az, hogy napközben azzal el vagyok, mert tudom magam hűteni, de 86-ban volt nagy hó. Ja, én úgy tudom, hogy azt hiszem 2-3 napig voltunk bent a kórházban, amit megszülettem, és akkor vittek haza anyuik, akkor ilyen 40 centis hó volt. Tehát hideg volt nagyon. Én nagyon szeretem a hideget, gyerekek. Én március és én sem bírom a meleget. Nézzem, hogy a legmelegebb hőmérséklet, amit a felszínen mértek 2005-ben volt, 71 fok volt. Ugye a sivatagban bármi előfordulhat igazából, úgyhogy el tudom képzelni. De az embertelen. Az embertelen. Hát ugye Vegasban nem csak azért, mert éjszaka van élet, de igazából azért van főként éjszaka élet, nem csak azért, mert kaszinó van minden, hanem mert napközben baromban meleg van. Tehát reggel 10 óráig még látsz embereket mozogni, 10 óra és délután 6-7, tehát tényleg már így este feléig, amikor már kezd lehűlni a levegő, senkit nem látsz az utcán. Tehát főként turisták csellengenek ez az almaz, de igazából üres a város. Még Las Vegas is, még a strip is, ugye a fő utca. Mert olyan meleg van, hogy egyszerűen nem lehet megmaradni még októberben is. Úgyhogy, ja, a sivatag már csak ilyen gyerekek. Viszont gyönyörű. Tehát ezt azért ne felejtsük el, hogy gyönyörű a sivatag. Ha valaha megtehetitek, menjetek el, srácok, bármelyik sivatagba a földön, nézzétek meg, ugyanis eszméletlen szép. Megvan a saját varázsa. Viszont készüljetek fel rá, hogy hőgutát fogtok kapni. Az biztos. Én ma nem fogok, hál' Istennek, úgyhogy megy a főzőcske. Jéj! Szerintem neki is állok a sertéspörének, mert hogy annak kell majd némi idő. Tegnapról kimaradt egy hagymám. Amihez pucolok majd még egyet-kettőt. És elkezdem főzni a sertéspörét. Gyors összekötöm a hajamat, mert az meg elmaradt. A gobi vonz? Ó, az is jó lehet. Ugye a nevadai sivatag az nem az a tipikus homoktenger, mint például a gobi vagy a Sahara. Vannak olyan részei, de azért Nevadában jobban előfordul némi növényzet, úgyhogy azért látható ez az amaz. Barangolokat? Jó, és ez a Google. De nagyon szép. A Gobi, meg a Sahara, hogy ezek a full homok sivatagok, hát az is gyönyörű. Az lehet le. Amerre látsz, mindenhol csak homok van. Homok dűnik. Gyönyörű. Pillanat, srácok! Elhoztam már egy többit is, ami kell majd a pürihez. Szevasz Wolf! Mizu! Tükröződök a szekrény ajtól? Az előfordulhat, mert ilyen fényes
snöki. Minus 10 és plusz 35 között van, minusz 10 alatt már kell egy kabát, amit rühellek, plusz 35 felett meg már nem kell a pólom, a törvények nem engednek. LOL. Nem tudom, nekem 35 az már nagyon sok. Én 25-ig vagyok hitelesítve. Na hidegen nincs bajom. Imádom a nagy pufi cuccokat, úgyhogy azzal nincs gond, hogyha fel kell öltözni. De a meleget nem bírom. Azt nem sértem. Azt nem nekem találták ki. Kell némi hagyma. Meg of course fokhagyma. Szerintem kettő hagyma elég lesz. Három legyen? Kettő legyen? Három legyen? Mindjárt meglátom, hogy összevágom. Hol? Van bent egy légy, kettő igazából. Hűvös időt szeretem. Detto. Mondom, ez a 10 fok körüli hőmérséklet, 10-15, nekem az a legjobb. Főleg, hogyha picit süt is hozzá a nap, akkor aztán végképp happy vagyok. Mert azért a napfényt szeretem. Csak a meleget nem. Kis kamerán? Kis dög. Aha, ott van, az anyád. Macskák próbálták levadászni, de nagyon ügyes ez a kis dög. Ugye jó idő van, nyitva van ajtó, ablak, minden, igazából. Kielégítem az oxigén függőségemet, és hát bejönnek sajnos. Tényleg nyáron plusz 12 fok van, ez így van. Ez így van. Jó a nyár, gyerekek, amikor egész nap kint vagy a tóparton, vagy bent a tóban egy adag hideg sörrel a kezedben. Simán jó, de amúgy nem nekem találták ki. A langyos nyár éjszakákat viszont nagyon-nagyon szeretem. Az baba. Főleg, amikor kint vagy a tóparton, pecázol, és az a kellemes langyos hűvös idő van, az a tipikus nyár illattal, egy ilyen rengeteg fű, meg a virág, meg a minden körülötted. Ó, de jó is az. Na, azt nagyon szeretem. LOL, mi ez a... Sok fennakadt üzenet. Ma nagyon szigorú a chat volt, elnézést kérek. Onizni én. Én nem onizok. Mi esténként nyitjuk kicsit ki az ajtót, ilyen 10 cm-re mindig fosok, hogy odaül egy békora és rácskom, mi az, amikor lefekszek. Jaj! Állnálunk, tehát én nyitott ablaknál alszok. Amikor nincsen baromira hideg, mert Roli fázós tud lenni, akkor mindig nyitva van az ablak. Minden ablak. Tök mindegy, hogy tél vagy nyár van, mindig 40 fok van sajnos, ezért utálok nyáron vonatot. Nyáron maraton utazni, vagy bármilyen tömegközlekedési eszközön, hát az kész halál. Az biztos. Ablakot nem lehet nyitni buszon, vagy akár vonaton sem, mert mindig van valaki, aki allergiás a húzatra. Mindenki másnak megfül az agya. Hát ez ilyen, nem vagyunk egyformák. Azt képzeljétek el, hogy ugye mi Londonban éltünk nagyon sokáig, és a metró az föld alatt megy, természetesen. Az ember azt hinné, hogy a föld alatt olyan mélyen tök jó hűvös van nyáron. Aha. Egy jó nagy... Ja, nem. Én régebb óta vagyok oxigénfüggő, mint hogy ez a játék létezik, úgyhogy nope.
Szóval én kis naív, azt hittem, hogy nyáron majd megyek le a metróba, aztán jó hűvös lesz, aztán ilyen a legmagasabb hőmérséklet, amiről tudok, amikor még Londonban éltem, az 52 fok volt lent a metróban, és ugye így módon a vonatokon is. Hihetetlen. Az a mázlim, vagy az volt a mázlim, hogy én mindig úgy dolgoztam, hogy pont kimaradtam a csúcsidőből. Mert a csúcsidő előtt mentem mindig dolgozni, és a csúcsidő után jöttem mindig hazafele, mert általában mindig 12 óráztam. Na mindegy, a lényeg az, hogy kimaradtam a csúcsidőből, de még így is majd megdöglöttem a metró. Most képzeljétek el, olyan sok ember használja a metrót, hogy amikor csúcsidő van, akkor olyan szinten tele vannak a metrókocsik, mint a konzerves halas doboz, tudjátok, mint a heringek, úgy össze vannak zsúfolodva, 50 fokos melegben. Hát így nagyon, nagyon baba. Méteres kék, körülbelül, ja. Sikerti az ember lábát, sajnos. Jaja, az is durva. Biztos, hogy nem fogok volna, csak szólok. Biztos, hogy nem fogok rászokni. Én eleve nem szeretem a kérdés játékokat, és nem vagyok oda a... Mi az már az ilyen... Minek hívják ezt? Az ilyen stratégiai menedzsment játékokért? Nem az én világom, úgyhogy biztos, hogy nem fogok rászokni. Attól nem félek. Na, most fogok sírni egy kicsit. Összevágom gyorsan, hogy már tényleg elkezdem csinálni a pörét, mert azért ennek elég sok idő kell. Mondja, hogy elfelejtettem tésztát venni, úgyhogy nem tudom, hogy van-e itthon tésztám. Hogy őszinte legyek. Majd még nem tudom, mi lesz a köret hozzá. Ismerek olyat, aki egyébként nem rak fokhagymát a pörkölbe, de én nagyon szeretem a fokhagymát, úgyhogy én mindenféleképp teszek bele. És szerintem sokkal finomabb, hogyha van benne fokhagyma, úgyhogy javaslom, próbáljátok ki, hogyha ti nem szoktatok fokhagymát tenni a pörikbe. Egy jó apróra összevágok, leprítom a hagymát és a fokhagymát, mehet rá a piros paprika, rá a húsi, lehet a fűzőcske. De összevágom majd a gombát, és ugye a gombára nem kell sok idő. Hál' Istennek. Úgyhogy az gyorsan megy föl, itt igazából majd a hús az, aminek kell legalább egy óra másfél. Igyekszem majd kicsire vágni, mert ugye a gombák elég picik lesznek. Meg ugye egy hamarabb megy föl a hús is. Na, két hagyma elég lesz. Két gyuhagymácska elég lesz. Hozzá, ha van, itt van egy, meg is eszem. Ó, jó étvágyat! Én nagyon szeretem. Paradicsomosat szoktam enni, az nagyon fincsi. Meg a sima. Napraforgalós vagy, ami akár ilyen brie-ben van, az is nagyon finom. Nincs kedvem nokerlit szaggatni most, Wolf. Én is arra gondoltam, de nincs kedvem nokerlit szaggatni. Hát mivel sertéspörkölt, így sertésből. De amúgy lapocka, hogyha az volt a kérdés. Az kokonoid, szia! Lapocka, kérlek szépen. Én mindig abból csinálom. Nem szeretem combból, mert az túl száraz. Tehát a pörköltöknek az a titka, hogy kell bele a zsíradék. Tehát minél zsírosabb a hús, annál finomabb a végeredmény. És mivel ugye a sertésnek azért kell némi
főzési idő, az idő alatt a zsír kiföl belőle, és nem lesznek ilyen nagy szalonna darabkák rajta, tehát amiatt nem kell aggódni. És sokkal finomabb a végeredmény. Nem olyan. A combbal az a baj, hogyha abból csinálsz pörköt, tehát az ilyen száraz hús igazából. Úgyhogy én mindig lapockából csinálom. És elkezdődött a szemégés. Csodálkozom, hogy eddig nem égett a szemem, csak most kezdett el. Hogy őszinte legyek. Tröpket körülöttem a légy, srácok. Egyem a kicsi szívét. Nem látok semmit. Már csak szépen felkarikázom. Így bassza meg. Hú, srácok. Utálom a hagymát. Azt a kurva. Hű! Ugye srácok, gyors, elmosogatok. Mindent, ami hagymásos. Azt a büdös művelé. Amikor hagymát használok, azon gondolkozom, hogy mi vett rá egy embert a történelem során arra, hogy ezt a borzalmat egye. Most így gondoljatok bele. Csípi a szemed, csípi a szád. Miért kezdte el valaki enni? Szevasz korpsz, mi a helyzet? Azt a bűnös mindenit. Egyébként jól vagyok, köszönöm szépen. Oké. Okay. Most éppen sírok egy kicsit. De amúgy jól vagyok. Veled mi újság? Á, jogos. Jogos, Leila, jogos. Igazad van. Jogos a kérdés, kérlek szépen. Na, jó, le kell pirítani a hagymát, elvégre pörköltről van szó. Addig elkezdett összevágni a húsit. Na, nézzetek! Szép kis márványos húsikát. Minél márványosabb a hús, ez a sok kis finom zsír, ettől lesz igazán finom és igazán onnós a húsi. Minél szárazabb, annál szárazabb lesz a végeredmény is igazából. Maradjak hidratált? Értettem. Amíg én élek, ez Mika veled? Szegény Mika! Szegény Mika! Szia, Manó, drága! Mi a helyzet, anya, hogy vagy? Föntfejtettem az üvegemet. Most korsóból iszok. Ki még ott főz majd a hétvégén egyébként? Szia, Tisza! Éhez vagy nagy lány? Gyere, adok kancsit! Gyere, babám! Hol a tálod?
Gyere, cicely! Mmm, csirkefelé! Nyam, nyam, nyam! Carbonara, pizza! Mindegyik jó! Gyere, cicely! Gyere! Picit félreveszem, összevágom a pusit. Le vagyok maradva! Mondjuk. Köszönöm. Emese. Szenvedek itt a zöldséges késsel. Done. Mehet vissza. Kezdett szépen lebarnulni, úgyhogy most már nem sokára jó lesz. Jaj! Tonhana spagetti! Az is fincsi! Hűtőtakarítás lesz? Jéjj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 j
Jó kis mac and cheese, az is fincsi. Küldjél való képet! Please, please, please! Kíváncsi vagyok, milyen lett a hajad. Jöhet bele a piros paprika. Paprikát is egy picit le kell pirítani, hogy ki tudja adni a isteni finom ízét és a színét. Csak vigyázzatok, ne égjen meg. Most ha gondoljátok, lütyítentek rá egy pici vizet, de én dobom bele a húsit, és rákolom egy picit. Meg a hús enged majd ki a levéből, úgyhogy az bőven elég lesz a paprikának. Fölöntöm majd vízzel. Ennyi az egész. Sóbors. Best of. Van, aki egyébként külön lepirítja a húst, és utána pirítja a hagymát, paprikát. Végeredmény ugyanaz igazából. Egyszer érdemes elfőzni a levét, ugye lepirítani a szaftot meg mindent, akkor az igazi. Társalgóba, kokonoid. Megy nyugodtan a társalgóba.
akkor az a bors, só, jöhet rá a víz. Csak annyi, ami pont ellepi. Főjépörköd. Easy. Vágom még a gombát, és lehet is nekiállni a hajdinának. Nem tudom, milyen köröt, mi van, titya? Mi van, babám? Mi titya most ébredt föl, és nem nagyon tud magával mit kezdeni, mert esik kint az eső. Nézd meg majd a sírom és szeress anyom! Erre mindjárt megnézem. Most nagyon kíváncsi vagyok. Szevasz Roland! Bizu, bizu! Szevasz! Imi! Rákegyek ki ezt a meleget, hétfőtől meg 30-ot fog. Igen, mondták a srácok! Itt olyan jó idő van, mivel hogy be kellett kapcsolom a fűtést. Csak szólok. Bocsi. Cunya dolog a kárőröm, én kérek elnézést. Na nézzük, milyen lett Manuaja. Milyen legúj vannak. Kokonom, hogy ne... LOL! Anya, én is ilyet akarok! Én is ilyet akarok! Nagyon baba lett! Legjobb, ebben biztos, hogy nem lesz meleged. Az ilyen hajban. Én is szeretlek, Imi! Roli dolgozik, kérlek szépen! Hogyha Roli nincs itt a főzősóban, az egyértelműen azt jelenti, hogy dolgozik. Minden egyes alkalommal szállnos. Most a következő 7 napban, 8 napban dolgozik egy húzamban. Most bevállalt egy csomó extra műszakot. És ez a hagymától mindig folyik a nózim. Úgyhogy Roli bár dolgozóban van, kérlek szépen. Szeretnéd? Ebből is csöpök a víz, azt mondod, Manu? Hát ezt elhiszem, gyerekek. Én minden egyes alkalommal, amikor 25 fok fölött van, akkor mindig szeretném megfogni a nullásgépet, és így letúrni az egészet. De tudom, hogy sajnálnám, hogy ez egyetlen egy ok, amiért kibírom, de... Melegben a haj, az két kész átok, srácok. Ez sajnos így van. Na, már a is a pöri. No,
nokedlit kéne mellé főzni, de nincs olyan nokedlit főzni. Hát attól függetlenül fogok majd egyébként, de... Főjé pörkölt kell. Összevágom a gombát. El ne felejtsem. Kis gyönyörűségeimet. Figyelj, van, ha valami nem tetszik, nem kell ide nézni. Egyéni szoc probléma. Lehet menni a súlyhivatalba panaszkodni. Ennyi. Na. Gumba, gumba, gumba. Figyelj, én nem sértődtem meg. Ez ilyen alapszabály nálunk. Valami nem tetszik, el lehet menni. Én nem sértődök meg. Szia, Rosewood! Mizu, mizu, mizu! Kálavaszték délután neked is. Ah, ugye? Gyönyörűek. Jó, egy picit ütődöttek sajnos, de attól függetlenül nagyon szépek. Nagyok és ropogósak, és miért kézzel vágom? Nem tudom. Remélem szegény Csiga éppen nem nézi ide. Nem tudom merre van. Bocsi Csiga. Ugye ettől Bakonyi a Bakonyi sertés pörkölt, hogy gomba van benne, meg tejföllel van behabarva. Úgyhogy ezt nem lehet kihagyni belőle. És ez most Roli hibája, mert ő kérte, hogy ilyen legyen. Ez az étel, ez. Figyelj, ettől Bakonyi. Bakonyi. Alvad? Azt mondod? Jó pihit neki. Hogyha alvad éppen. Gombaszárát, vagy a tönkét, ne dobjátok el, ugyanúgy meg lehet enni. Az egész gombát meg lehet enni, gyerekek. És a hiedelemmel ellentétben nem kell megpucolni. Ugye van, aki lehúzza ezt a héját. Le lehet igazából, de tök fölösleges, mert ez is ugyanúgy ehető. Megjelenik egy csöve? Alszik. Alszik, úgyhogy nem jön Csiga. Pihenőben van. Jó sok gombát rakok bele. Attól az igazi. Lehet használni egyébként hozzá konzerves gombát is. Ugyanaz. Picit más lesz az íze, mert a konzerves gombának van egy jellegzetes íze. De pont azért szeretjük egyébként. És nem kell attól megijedni ez a gomba, mert ugye durván egy negyedére össze fog esni az eredeti méretének. Mire meg föl. Nem olyan sok gomba ez ám, csak annak tűnik. Nagyon sok levet fog kiengedni, úgyhogy azért sem raktam sok vizet a sertéskörére. Ugye eleve a maga a hús is enged ki vizet, miközben föl. Meg ugye a gomba is, és nem levest akarunk készíteni, hanem pörköltet. Úgyhogy óvatosan a gomba mennyiség, vagy a víz mennyiséggel. Félrakom. Egyelőre még nem kell. Ebbe belekavarunk. Már most jó illata van. Pinci! Mit akartam?
Szevasz, Szora! A Mizu! Úristen, ezer éve nem láttalak! Há, hogy vagy? Májzi, cicám! Unatkozol? Nem bősz kimenni, mert ez igaz első. Szia! Szia, szia! Szia, babám! Mit éppen fűzőt kézek, utána megyek veled játszani, jó? Hová csalni játszani, Rújtsa? Most éppen nem bírok menni. Nem volt az igazi! Ugye én eleve nem nagyon szeretem a... Tudom, mit akartam. Eleve nem nagyon szeretem a szénsavas üdítő italokat, mert én csak szomjas leszek tőle igazából. Másrészt rengeteg cukor, amit feleslegesnek tartok. Harmadrészt mesterséges ízesítők, amit nem szeretek. Úgyhogy elég esélyes volt, hogy nekem nem fognak ízleni egyébként. Nem tudom, hogy nálatok is előfordul ez, hogy isztok valamilyen ilyen szénsavas üdítő italt, és instant kiszárad tőle a szátok, és szomorúsak lesztek. Nekem mindig az van. Betegen! Ajaj, jobbulás neked! Jobbulás neked, Szora, akkor! Remélem nem túl vészes. Ezt berakom a hűtőbe. És hozok egy csirkét, amit most gyorsan szét fogok kapni, srácok. Ugyanis akarok majd csinálni egy kis csirke mellett a salátához. Gyönyörű kis pipike. Csak a szokásos. Nice. Hát minden esetre jobbulás neked. Tessék pihengetni meg minden. Igen, most az allergia kínoz egy kicsit. Érdekes módon nem... otthon nagyon durván szoktam tüsszögni. Ugye a rengeteg pollen, meg a... mondnám parlagfű, meg minden miatt. Itt Angliában hál' Istennek annyira nem vészes a dolog. De idén valahogy nagyon sok a pollen. És nagyon sokat tüsszögök, meg fújom az orromat, meg minden. Elég érdekes ez az idei év. Egyébként légy sem nagyon szokott lenni itt Angliában. Nagyon ritka, hogy látunk egyet-kettőt, most a házban van kettő is. Tehát így. Mire vagyok allergiás? Igazából mindenre. Fűre, fára, pollenre, lakásporra, kutyára, macskára, tollra, tehénszőrre, tejcukorérzékeny vagyok, gluténérzékeny vagyok. Valami fűszerre is egyébként. Nem tudom, valami 30 különböző dologra. De hál' Istennek nem erős az allergiám, ez inkább ilyen intolerancia szinten van már csak. Jó meleg, tehát ha már a konyhában vagy nehéz kimaszkálom szóval, meg elfogyottatni. Már csinálom is, milyen tehát szeretnél? Van egy csomó. Szok-szok teám van. És igen, mielőtt megkérdeznétek, igen, bolond vagyok. Tudom, hogy allergiás vagyok a macskaszőre, de attól függetlenül szeretem a cicákat. Úgyhogy ez a kis orrfújás az igazából megéri. Én egyébként is fújom az orromat az év 365 napján, ugye mert lakáspor meg minden. Úgyhogy igazából az, hogy cicáink vannak, azok nem... rontják a helyzet. Az nem rontja a helyzetet, ugyanúgy. Bármi csak meleg is, finom. Már úton is van, küldöm a galambbal. Egyébként érdekes módon én nyáron gyakrabban vagyok megfázva, mint télen. És az a hülye légkondi miatt van. Vagy amíg még ugye konyhán dolgoztam, ugye mindenhol, ahol dolgoztam, ilyen hatalmas nagy hűtő meg fagyasztó szobák vannak, ami nem is szekrény igazából, hanem szoba, mert be tudsz menni.
tehát kinyitod az ajtót és szó szerint besételsz, és amikor dolgozol a 45-50-60 fokos párás konyhába, ugye meleged van, folyik róla víz minden, bemész a 3-4 fokos hűtőbe, vagy a mínusz 18 fokos fagyasztóba, hát akkor meg lehet vázni rendesen. És én általában szoktam is. Jócskán leizzadva, kimelegedve, baromi jól esik, ne értsétek félre, de az instant megfázás egyébként. Nem vettem előtt állat. MZ Pénz! A fényposta az nálunk nem működik. Mi galantpostával dolgozunk, kérlek szépen. Nem a legnagyobb, de kicsit el vagyunk maradva a technológiai újításokban, kérlek szépen. Elnézést kérek a kényelmetlenségekért, panaszkodni az ügyfélszolgálatnál lehet, de nem érdemes. Ez most teljesen kiütött. Hát előfordul sajnos. De tényleg mondom, jobbulás neked, remélem gyorsan kivészeled. Kivészeled, mármint hogy kipihened és átvészeled. Szóval érted? Oh my god! Nem tudok beszélni, gyerekek. És pök halatját kivágjuk. Szevasz! De azt is megeszik. Ó, micsoda? Mit mondtam már megint? Egész jó most ez a csirke. Nagyon picit tokos csak. Imittam, ott van rajta egy-kettő. Szárnyán, az előfordul. Na, hát ez ennyi is volt. Legjobb. Kerülj egy szálat. Remélem rakni a csirkedarabkákat. Ja, a posta! Hát lehet, hogy nem etetjük túl gyakran vagy elég gyakran a galambokat, és bele-bele kóstolnak a csomagba. Au. Az sajnál előfordul. Oda kéne rakni a hajdinát is főni, gyerekek. Jóba szorítottam. Ima az áldozat. Csak egy kis háromszög alakú, nem is ilyen kis piramis alakú magocskák, igazából. Nem tudom, mennyire látszódik. Nagyon kis cukik. Egyébként. Egyszer átöblítem őket. Aztán fölöntöm vízzel, és megmosom. Egy kisebb edény is elég lett volna, most már nem. Ó, az nekem mindig megmaradt szora. Az biztos. Jaj, miért szép meg a galambot? Nem.
macskafésülés van nálam és fürdetés. Hát, nem tudom. Én csak extrém esetben fürdetem a macskát, hogyha valami nagyon durva cucc van rajta. De fésülés az szokott lenni nálunk is. Egyébként éppen volt, éppen tegnap volt Kemi cica a hajnyírás. Ugye Kemi hosszú szűrű cica, aztán imittem ott érdemes megnyírni egy picit. Egyrészt, hogy ne legyen annyira meleg a nyáron. Másrészt, hogy könnyebben tisztán tartsa magát a hátsó részeknél. Úgyhogy időről időre Kemi cica kopasztás van. Ups, nem most van a késem. Ennyi! Szia, Rui cica! Unatkozol, drágám? Szép papika. Cíkér, nem úgy hozzá pucsitúzni. Már kezd melegen lenni. Jól van, cica, tudom, hogy unatkozol. Anya, megfőz gyorsan. Jöjj légy. És te megyek veled játszani, jó? El van törve a kulcsontja szegénynek. Hopp, megjött a macska. Nem tudom, látjátok-e, hogy felment az asztalra? Ez a végső hiszti, hogy anya figyeljél rám. Szia, babám! Szia, Eszter! Mizu, mizu! Hello, hello! Rúd látom játszani, aztán olyankor nem köszönök be. Pedig én is szoktam játszani. Hogy vagy egyébként? Mi újság? Itt azt hiszem, nem tudom, mennyire látjátok, ott van a buksia. Éppen dögőzik, hogy anya gyere játszani. Jól van, drágám. Jól van. Kezem meg mostan. Lehet, hogy eltévedt szegény galamb. Mika, előfordul. Eltévedt szegényke. Na, ki mire tippel? Fiú, vagy leányzó volt ez a csirke? Kirjük tegyünk meg tétjeiket, én már tudom. Nem kell adtam a... Miről beszélsz? Ne kössem le a macskát, meg véletlenül se kösd le a macskát. Olyan nem csinálunk. Végre van munkám, egy gyors ételem, egy kicsit nehéz, de jó minden, semmi egyével nem vettek fel sehol, pedig érettségim van és szakmám. Hallod. Igen, ez otthon sajnos állandó probléma. Úgyhogy gratulálok neked, hát kitartást a melóhoz, de igen, jobb mint a semmi. Jobb mint a semmi. Kitartás neked, anya. Csirke lottó? Azaz. Mi van? Ja, igen. Szóval valaki azt mondta, hogy kakas, ki mondta? Rólad mondta, hogy kakas. Ki mire tippel még? Én már tudom. Kislány volt a pipi? Az egy tojó. Oké, akkor eddig 2-1. Megmondjam? Jó, már tudom. Jó, már tudom, gyerekek. Jó, ezt lejjebb veszem. A hajdinát. Csirke. Azaz kislány. Jól van, srácok. Hát, mindjárt megmutatom a bizonyítékot. Jó, zsíros volt egyébként. Kicsit meggyalázták. Le van törve a bordája is.
szegénykét. És srácok! Ime a Boise! Kisfiú volt. Kakas volt, kérlek szépen. Kis kakaszka volt. Egyébként a legtöbb csirke, amit így egészben, meg egyáltalán a boltban tudtok venni, az kakas, ugyanis a tojókat megtartják tojni. Nagyon csúnya el van tőle szegénykének a csontja. Lol. Nem tudom, mennyire látjátok, ott áll ki a... El van törve a kulcs csontja. Itt nehéz szétszedni. Itt elvágom, hol el van törve. Eltört a bordája, meg a kulcs csontja. De már akkor, amikor nem élt, ezt meg tudom mondani, mert nincsen bevérzés. Úgyhogy ott van a kis kojci, kérlek szépen. Hogyha kislány, akkor itt ilyen kis mini tojások vannak, ilyen kis mini kis pöttyök. De hogyha van neki ilyenje, ott van a második is, akkor az azt jelenti, hogy kisfiú volt. Na. A hajdát egyébként nagyon-nagyon egyszerű megfőzni. Tegyetek bele vízbe, és 10 percig forraljátok. Vagy igazából addig, ameddig meg nem puhul. Ez általában 10 perc elég szokott lenni. Leszűrítek, és már készen is van. Mennem kell, ha túl benézek. Mi? Köszönöm szépen, hogy benéztél! Kitartás neked, csaj, sziasztán, további szép napot! Szia-szia! Megnézzük a sértéspörit. Hát ugye még elég kemény a húsi. Elkezd elpárologni a leve. Ami jó, egy picit le fogom sütni. Le fogom pirítani, ugye attól lesz pökölt. Kimaradhat igazából, nem feltétlen muszáj lepirítani. De finomabb lesz tőle. Na, milyen formában csináljam meg a csirkecicit a salátához, gyerekek? Azért kell... Főleg a macskát, mert nagyon meleg van, és már ideje volt a felfrissítésük. Én igazából azon gondolkozom, hát hogyha nagyon-nagyon-nagyon meleg lesz, akkor lehet, hogy megnyírom, vagy... Hagyja, Biki! Fogok venni ilyen légy, izé, ragacsot. Ez a kis dög, ez két napja szivat. Mi az, már kicsit megnyírom majd Kemi cicának a szőrét, hogyha nagyon meleg lesz, mert ugye erre még egy picit túlsúlyos a cica. Ami cuki, csak ugye, amikor meleg van, akkor jobban melege van a cicának. Nyitok ablakot, meleg van a gyerekek. Picit begőzölt a pörkölt. Szerintem azt csinálom, szimplán meg fogom majd csak sütni a cíkét, kicsit befűszerezem, és grillserpenyőben meg fogom sütni, és most szépen ki fogom nyitni. Ugye itt van a kis filé, itt van a nagy filé, és itt van ez a köztes rész, ami ugye egybe van nőve a nagy mellfilével. Ezt itt általában félbe szoktam vágni. Ma eleve ki van nyitva. Amikor levágom a nagy filéről. Hogyha ez a része vastag, akkor ezt is egyszer félbe lehet vágni. Most ugye itt van még ez a kis fele. Levágom róla, és ki lehet nyitni, és durván egyforma vastagságú mindenhol, és szépen át fog sülni. Pillanatok alatt. Na. Ne jelenk
kezdél velem? Tadám! Van a nagy. Elég vastag ez a fele, amiben nincsen semmi gond. Csak ugye így akkor ki kell nyitni. Egyszer. Hoppá. Ilyen nagy késsel könnyebb, akkor egy vágásra végig tudod vágni. És ugye ez a fele még mindig nagyon vastag. Ebbe vágni. Ki van nyitva. Plusz, ezen kívül, hogyha akarjátok, mikrofonba egy kis, lehet plofolni egy kicsit, de így már jó lesz. Lefűszer ezen félre lakom. Elkezdtem összedarabolni a húzavalókat a salátához. Igen, tudom, hogy itt repülget, majd valahogy megpróbálom elkapni. Szavaszomba! Nem vettem konzervet. No. Inkább megfőzöm magam. Köszönöm szépen. El kéne menni hozzá szerintem Londonba, mert itt a környékünkön, ami van, volt, ott nem láttam ilyen konzervet. Nem is néztem, az igazság. De lehet, hogy ha hóvi magyar módban van. Szépen fődöget a hajdina, ezt most le fogom róla önteni, csak hogy felfrissítsem a vizet. Pár perc kell neki. Belekeverek a pörébe. Jól néz ki! Tudom, mennyire látjátok az edényt? Lehet látni. Ugye szépen főlel a leve. A hagyma az már elkezdett szétesni. Nagyon picire vágtam, és a hús is kezd megpuhulni. Ami nekünk nagyon jó. Még egy picit főzöm, egész addig, amíg majdnem teljesen elfől a leve. Picit lepörkösítem, akkor belerakom a gombát. És kész a főzöm. Mert a lakás meg 22... Ó, te jó ég! 38 fok van! Basszus! Te Humbá, hogy bírod a meleget? Mindenki haldoklik sajnos. Kell egy tányér. Szinte a sóbors fokhagyma kerül a csirkére. Lehet friss is, de én most gondolatot használok. Legegyszerűbb. És úgy szoktam, hogy csak az egyik felét... Hello! Hogy csak az egyik felét olajozom, mert ugye a grillos serpenyőben nem szabad, hogy túl sok olaj legyen, mert akkor nagyon fog füstölni. Most megfordítom. Kirakom a tányérra. És egy picit beolajozom, és utána fűszerezem őket. Rozmaringos olaj. Elia!
Lili, ne! Szia, szia! Remélem, jól olvastam ki a neved, mi újság. Üdv itt nálunk! Köszönjük szépen a csatlakozást! Pici rozmaringos olívaolaj, csak hogy adjunk egy kis extra umfot a csirkének majd. Ezt a felét bekenem. Ugye vigyázzunk, ez nem extra szűz olívaolaj, mert hogy az extra szűz olívaolaj magas hőmérsékleten megég és keserű lesz, és el is veszíti azt a kellemes ízét, aromáját, úgyhogy a közhiedelemmel ellentétben az extra szűz olívaolajat elsősorban ételek befejezésére, tehát hogyha a tetejére csöpögteted, vagy pedig salátákhoz szokták használni. Hogyha főzni akarsz olívaolajjal, akkor félig szűrt vagy teljesen szűrt olívaolajat használj. De hogyha érdekelnek a részletek, akkor ez itt a reklám helye, nézzetek föl a YouTube-unkra, van egy olyan sorozaton, annak az a címe, hogy mi legyen a kaja. És nemrég készítettem egy videót az olívaolajokról, meg néhány ilyen fűszerolajról, amit lehet készíteni belőle, ott elmagyarázok egy-két dolgot, meg megmutatom, hogy mit mire lehet használni. Nehezen, de ki kell bírni, hát az... Igyel, sok vizet. Nem extra szűz, hát akkor nem is kell, én csak az extra... Extra szeretem a szűzeket, ilyen vagy. De te most nem az olívaolajról beszélsz, humbá, úgyhogy... Lebuktál, ismerlek már, mint a rossz pénzt. Úgyni, ezt félreteszem pihenkélni. Na a gomba. Csirkét ezt berakom a hűtőbe, a többit. Ezt majd később felhasználom. Nem szeretem az olívó. Minden, ami az... Én nagyon szeretem. És téged is szeretlek, úgyhogy igazából pusztítok mindent, ami olíva. Vagy neked ne kelljen. Mit szólsz hozzá? Ennyire jó fej vagyok, kérlek szépen. Behozok mindent, ami majd kell a salihoz. Ha már úgyis ott vagyok a hűtőnél. Most hirtelen ennyi. Na, pörikém? Ez az. Nem tudom, mennyire látjátok. Szépen elfőtte a levét. Most kell rá figyelni, mert most így le nagyon könnyen. Viszont egy picit le akarom sütni az alját. Ezt a lépést kihagyhatjátok, hogyha féltek tőle, hogy leégetitek, de ettől lesz igazán pörkölt a pörkölt. Jaj, ez nagyon szar volt, Shadow! Jaj! Ez igazán kedves, szívesen hová. Érted bármit? Rollnak is mindig ezt mondtam, amikor még nem ette az olívabogyót, hogy én annyira szeretem, hogy megeszem helyett az összes olívabogyót. Neki ne kelljen. Azóta viszont már szereti az olívabogyót, úgyhogy nem kell érte áldozatot hoznom. A hajdrába vigyázni kell, mert ha túlfőzitek, akkor pép lesz belőle. És az nem az igazi. Tökéletes. Leszűrjük, lehűtjük, kész! Ah!
Nem kell aggódni. Csak a szokásos esztiféle bénázás. Pörköltre odafigyelünk. Mellém ment árnyékul, lol! Hát egy picit! Nem minden sikerülhet mindig. Van ez így, van ez így. Jaj, Bubá, nem tudom, hogy mikor lesz legközelebb szerverre start, gondolom majd csak holnap reggel. Át tudod egy picit állítani, hogy egy kicsit több struktúrát tudjak egymás mellé tenni, hogy tudjak építkezni? Please! Kicsit átalakítom majd, mert tényleg túl nagy a platform. Majd kicsit kisebbre veszem, átalakítom, hogy ne legyen olyan nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon brutál nagy. De majd meglátom, hogy mi az, amit sikerül összehozni. Ugye az a baj, hogy ugye vízen építkezünk, hogy kell alá az alapzat, hogy tudjak építkezni. Úgyhogy... Hát ugye az lesz, hogy le kell bontani az egészet, aztán olyan magasra fülemelni, mint amilyen magas a fém platform. Ugye nem fogom tudni megcsinálni duplán. Majd meglátjuk. Jól néz ki! Még egy picit kell pirítani, csak egy picit. Köszönöm szépen, hogyha megnézed! Ha nem, akkor majd... meg kitalálok valamit. Ugye nem akarom túlterhelni a szarót se, mert azért ez egy elég komoly méretű építmény lesz. Úgyhogy, ja, vigyázni kell vele. Már most jó illata van. Hát nekem 1900 fölött van. Van, ahol majdnem 2000 per pillanat. Ami elég fura, mert szerintem az egész platform nincsen 2000, de mindegy. Na, elkezd leragadni az alja. Ami nekünk jó. Be van készítve. Van a 3-tól reggel 6-ig hideg lesz. Jó hír, srácok! 3 órát bírtok majd aludni éjszaka. Nem baj, majd alszom kivételesen helyettetek is, amit én nem szoktam. Úgyhogy most rajtam a sor. Ez jó havás, hát ez az. Hát ez az! Na, elkezd lesülni, úgyhogy most már jöhet bele a gomba. A gomba majd fog kiengedni levet, úgyhogy óvatosan majd a vízzel. Mert ugye pörit szeretnénk, és nem levest. Keverjétek jól össze a gombát a húsival, és fedjétek le, mert ugye a gomba ki fogja tudni adni a levét, és nem fog odaégni semmi. Fedés. 10-kor jó idő volt, legalábbis a videókártya hőmérséklet sokat esett. Ennyi. Szevasz, Zifi egyébként. Én is szeretlek, Mika. Érdekes, srácok, én tudom, milyen nem aludni. Úgyhogy átérzem mindenki fájdalmát, aki esetleg ebben a melegben nem tud aludni. Na. Hagyjon a szépen lehűlt, úgyhogy most hagyom le csöpögni. Elkezdtem összevágni minden mást is.
keverek, ne égjen le. És remélhetőleg gomba hamarosan felmelegszik annyira, hogy elkezdjen nekem izzadni. Ki a fejem? Cipnek a bohák! A belső kapcsolat lett, úristen. Hogy miért nem alszunk? Igen, kifogás. Oké, én is tudtam. Szeretés van, gyerekek. Na, igazából a hagyomány saláta az egy ilyen tök alap saláta lesz. Annyi különbséggel, hogy én egy csomó zöldséget fogok beletenni. Mint ahogy egyébként szoktam, mindenbe is. Kis késem. Teszek bele répát, de nyersen. Teszek bele cukkinit, de nyersen. És ugye múlt héten készítettem szárított paradicsomot. Kivettem a hűtőből, mert ugye az olívaolajnak megvan az a tulajdonsága, hogy ha lehűtitek, akkor megszilárdul. Úgyhogy kivettem a hűtőből, most egy fél órával kezdés előtt, hogy picit felolvadjon az olívaolaj, hogy ne legyen rajta a hűtött olívaolaj. És így néz ki az én kis szárított paradicsomom, ugye múlt héten itt a főzősóban készítettem. Tele van rozmaringgal meg fokhagymával, és isteni jó illata van, úgyhogy ez is fog majd szépen belekerülni. Az én kis salátámba. Na, elkezdte kiengedni a gomba a levét. Picit le van sülve az alja, de az nem baj. Attól az igazi. Jó illata van! A répát azt le fogom reszelni, a cukini azt meg ilyen kis szalagokra fogom majd felcsíkozni, tarabolni, nem tudom mit csinálok vele, de majd megmutatom, hogy csinálom. Krumpli hávozóval egyébként tök jó fog kinézni. Hát egy drága porfogó, hát igen. Igen, egyébként a számítógép is be tud fűteni, tehát ez tény, ez tény. Meg a monitor, ezek a szuperlapos monitorok, ezek olyan szinten be tudnak melegedni, hogy az valami hihetetlen. Szevasz, Nikolett! Mizu, kellemes szombat délután, kellemes hétvégét! Hogy mint, ha az ember 4-8 méter mélyen lakik, vagy van egy szabályozható hűtőháza. Hú, legjobb a hűtőház. Én is kérek egyet. Ezen kívül teszek a saliba paradicsomot. Meglocolom majd egy kis citromnével. Manu, fordulj el! Én nagyon szeretem a hajdénához, ne haragudj, avokádó. Sorry! Van egy kis színes retkem, kis cukik. A uborka, salátalevél, és majd meglátom. Vettem magukat. Pirítok magukat hozzá, fincsi lesz. Meleg van, aludtam kicsit. Helyes! Akkor szép jó reggelt neked, jó ébredezést, remélem sikerült jót aludnod. Fogok pirítani egy kis magulát meg kesudiót, azt majd rá fogom szórni a salátát a tejére. De jó lesz. Nekem kell egy edény. Ebben majd összekeverem a salátát. Szépen engedik ki a gomba a levét. Szupi. De jó illata van. De jó illata van, gyerekek! Szóval most már öntök rá egy pici levet. Csak egy nagyon kicsit. Rólikám, ez nagyon jó ötlet volt. Gomba és sertéspöri kombó. Legjobb. Pöpöpöpö, teszkos maguk is tök jobb. Ez Lidl-ös, aha.
Ez a Lidl-ös... Hogy van nektek fejet? Így van nektek. Ez a Lidl-ös. Nem tudom, hogy otthon milyen árban vannak, de itt a Lidl sokkal olcsóbb, mint a Tesco. Úgyhogy durván ilyen 25%-kal olcsóbban meg lehet venni az ilyen magokat a Lidl-ben, itt, mint a Tesco-ban. De a Tesco-s magok is nagyon jók egyébként. Igen, a bokonyi sertéspörköltet főzök, ami éppen ott van, ami ugye a tejfölös gombás sertéspöri igazából, és hajdina salátát készítek, amihez a hajdinát már megfőztem. Így csöpök a kicsike. Szépen megvannak főzve a kis piramisok már, és sütök hozzá grillezett csirkemellet. Grill serpenyőbe. Megyek vendégségbe, gyere! Szeretettel várunk mindenkit! Csak úgy mindig. Szerintem nekem ez az edénke jó lesz, úgyhogy ezt most elmosom. A salátához. Olvastam, mi lesz, mert megkérdeztem, észrevettem. Semmi gond. Ugye van egy ilyen parancsunk is, hogy mi a kaja, meg ki is szoktuk írni aztán. De nyugodtan kérdezheted, nagyon szívesen megmondom. Na. Megmoszom a cukkinit. Jó alaposan. Nem tudom, hogy csinálok-e nokellit a pörihez. Még nem döntöttem el. Nincs kedvem pörit szaggatni. Aha. Gratulálok magamnak. Nincs kedvem nokellit szaggatni, hogy őszinte legyek. De valami köret csak kéne mellé. Még egy pici vizet. Hogy főjön és ne piruljon. Nice. Pinci! Na. Úgy csinálok szalagokat a cukkiniből. Levágom a végét. Ez egy kis edénykém. Fogom a kis krumpli hámozómat. Elkezdem hámozni. Hogyha nem használjátok fel az egész cukkinit, nincsen vele semmi gond, reszeljétek le, csináljátok belőle cukkini tócsnit, vagy akár fel is darabolhatjátok, kockázhatjátok, ugyanúgy mehet salátába, csak ezek a kis szalagocskák, ezek annyira jól néznek ki, hogy az valami hihetetlen. Ugyanezt meg lehet egyébként csinálni répával, a uborkával, bármilyen ilyen keményebb zöldséggel meg lehet ezt a kis trükköt játszani. Holnap reggel cukkinitósét fogok reggelizni, srácok. Ennyi elég is lesz szerintem most. Elég lesz. Szevasz, Pirti, mi újság? Hogy mind drága? Kellemes hétvégét neked? Lehet, hogy főtt krumpli lesz majd. Kitalálom, meg nem tudom. Most a salátát akarom nagyon megcsinálni, mert éhes vagyok. Lereszelem a répát. Citromhéját. A
Igazából a fele elég lesz, mert nagyon nagy a citrom. Mehet a saliba. Nem is azt, hogy el vagyok ennyi. én is el vagyok igazából, köszönöm szépen. Itt hál' Istennek nincs olyan meleg, mint otthon. Úgyhogy én per pillanat nem szenvedek, aminek kifejezetten örülök. De abban minden oké, éhes vagyok. Most éhes vagyok nagyon. Jöhet néhány színes kis letek. Szerintem nagyon kis cukik. Kicsi kis ropogósak. Tetket általában kézzel szoktam összevágni. Nem deszkám, mert sokkal gyorsabb. Szimplán félbe vágom, most utána felszeletelem. A nagyobbakat, ezeket a kis hosszúkásokat, mert csak szintén kis karikára vágom, a kis cukik. A házi szállított paradicsomomon ugye van egy kis olaj, úgyhogy olajat nem fogok most tenni a salátához, mert ami a paradicsomról kerül majd bele olaj, az bőven elegendő lesz. Nekem kell egy serpenyő közben, hogy lepirítsam a magokat. Csak egy szimpla száraz serpenyő. Holnap megyek barátom a Szegedre, azt hello. Ó, és mi ott fogtok csinálni Szegeden? Mindjárt iszok magyar egy pillanat. Mindjárt őt a végbele. Kis mandula is. De most megpirítom, aztán nagyjából föl fogom őket darabolni, és mehetnek majd a sali tetejére. Ja, iszok még. Mert az csak két korty volt. Belenézek a pöribe. Hogyni. Közben figyeljünk oda. Szia, Cica! Körbejárunk, de megyünk a Gamer House-ba is legjobb. Szia, Cicám! Mi jó van? Kesudiót meg mandulát. De lehet, hogy ilyen vegyes magkeveréket is fogok majd mindjárt pirítani. Ha már úgy is meleg a serpenyőm. Mindjárt kitalálom. Jól van, Cicája, mindjárt jövök veled játszani, csak megcsinálom gyors a kaját, oké? Okay. Jöttek vele óvatosok, mert semmi nem történik, semmi nem történik, semmi nem történik. Ó, a francba megégett. Ennyi paradicsom, kivágjuk a közepét.
paradicsomot csak nagyjából felkockázom. Mehet a többihez. Egy kérdés. Mindenkinek melyik jobb szerintetek? Az eredeti gombóc fagylalt, vagy a golyós fagylalt, vagy pedig a spatlival készült fagylalt? Milyen golyós fagy? Milyen az a golyós fagylal? Igazából én nem nagyon tudok mondani olyan fagyit, ami nem jó. Hogy őszinte legyek. Elkezdett pirulni. Most kell nagyon odafigyelni rá. Ne égjen meg. Golyós fagylalt. Ez így nekem nincs meg. Golyós fagylalt. Valaki magyarázza, hogy mi az. Lehet, hogy ismerem, csak így nem hallottam még. Golyós fagylalt. Én a vörzsöt szeretem, most is azt teszek. Úgy a legjobb egyébként ez a nagy 3 literes magadhoz veszed és... Ez valami trendi cucc lehet, az nekem nincs meg. Ice and go. Az is jó! Az is jó! Két literes is jó! Oh, Family Frost! Úristen, gyerekek, körökkoromban ugyan azt hogy szerettem! Jó kis Family Frost! Szólj anyádnak, hozzon pénzt! Dalocska, szerintem mindenkinek megvan. Még egy pici vizet. Ezt igyekszem nem megégetni. Jöhet egy tányér. Szépen meg vannak pirulva. Ne hagyjátok benne a serpenyőbe, mert a serpenyő brutál forró, és szépen megég a mag. Ups. Mi se sem előző héten 12-ről csak a fagyira? Oh my god! Ez valami trendi, ezért micsoda lehet. Fagyi, az a lényeg. Most az, hogy milyen formája van, az szerintem tök mindegy. Nem ismerem egyébként. Ups! Le vagyok maradva, srácok. Én kérek elnézést. Az ilyen trendi dolgokkal. Golyóból álló fagyi. És ez miért jó? Olyan valami különleges ízesítése van? Vagy ezek ilyen töltött golyócskák? Vagy... Mi kell nekem? Egy-két paradicsom.
Fincsik is ezt is elított a paradicsomok. Na, még egy jöhet. Szimplán felcsíkozom őket. Mint egy illata van. Szuper, szuper, szuper fokhagymás. Rozmaringos. Na még egy jöhet. De csak már szeretem. Vissza lezárjuk. És minden, ami itt van a deszkán, az olajjal együtt. Oda jöhet bele. Ugyanis az olaj nagyon-nagyon fincsi. Félrakom, ezt visszaveszem. Ugyanis nekem ez kell az avokádóhoz a deszka. Majd. Én sem láttam még ilyet. Ah, de jó, akkor nem vagyok egyedül, gyerekek. Nem ismerem. Én szeretem, de lecsúsztam az akcióról sajnos, hogy pár van. Family Parkban biztos van. Nem hallottam még róla igazából. Hogyha fagyi ízesítés, akkor nekem örök kedvencem a kuncs, természetesen. Nagyon-nagyon szeretem a citromos fagyit, nagyon-nagyon szeretem ugye a vanília fagyit, de mondjuk az eléggé alap. A pisztáciásért oda vagyok. Sárga dinnye. Zöld alma. Igazából főként a gyümölcsöseket szeretem. Én a szorbét szeretem nagyon, ami ugye ilyen tejmentes fagyi igazából, csak gyümölcsből készül. Meg egy pici cukor. Én azokat szeretem a legjobban. Az avokádot most még nem vágom föl, viszont jöhet egy kis uborka. Legalább 5 éve ettem. Én szeretem a hagyományos fagyit. Ugye, hogyha elmegyek valahol fagyizni, akkor szeretem a gombócos fagyit. Én imádom a tölcsért. Ugye, amivel belerakják, hogyha jó minőségű, az nagyon-nagyon finom. Ugye én általában olyan fagyit szoktam enni, hogyha valahova elmegyek. Meg hát ugye a dobozos fagyi, amit ugye nagy kiszerelésben veszel. És igazából ennyi. Meg a házi fagyit szeretem, de nagyon ritkán készítek, már eléggé melós. Meg régen a pillecukor, nem szeretem a pillecukrot, én nem szeretem az ilyen nagyon puha, nagyon fluffy dolgokat, hogy őszinte legyek, belekeverek a püribe. Mi egyébként lassan készen van. Mindig nem tudom, hogy milyen köretet eszek mellé. Pontosabban roli, mert én salit fogok ma enni. Ó, szépen esik szét a sertés lassan, még egy picit azért főzöm. Nom-nom-nom! Igazából kell egy kis salátalevél. Ezt a kis gyönyörűséget vettem. Ez egy fajta római saláta. Igazából ugyanúgy érzem, amit a normál salátának, csak kicsit más a levelének a formája, hogy egy kis hosszúkás. Ilyen szép színes levelei vannak. Ez valahogy fincsi. Leszedek párat, megmosom, és mehet a saliba. Ja, közben itt van az én kis hajdinám is. Lecsöpögtetve.
csipögjenek. Hozom a tejfölt. Most... Erner, Pendragon, szia-szia! Üdvítálunk! Köszönjük szépen a csatlakozást neked is, érezd jól magad a kis csapatban. Most jutott eszembe, hogy egy-két éve már követlek titeket. Hát, ha figyelj, beírod, hogy felkiáltója followage, akkor meg tudod nézni, hogy mennyi ideje. Igen, Csiga írt neked verset, arra emlékszem. Igen, igen. Na tényleg hozom a tejfölt. Szárítom őket. Ha marad megmosom, akkor már nem lennének tízesek. De ma egy picit szétszórt vagyok. Szóval nem teszek mást egyébként. Itt van az én kis saláta keverékem. Sziklán beletépkedem. A legvégét ezt nem tartom meg, mert az előfordul, hogy kesernyés. Még kell, avokádó kell, ezek már nem kellenek. Csámolnak egy kis helyet. Kell nekem egy ilyen. Ja, mondjuk ez is igaz. Igen, igen, emlékszem. Hát, Rui egy picit hiszt is, mert amikor esik az eső, akkor nem nagyon szeret kimenni. Kiszokott, tehát van, amikor csulombizesen jön vissza a macska, de akkor megy a hiszti, hogy anyabizes vagyok. De amúgy nincs vele a bajuk a cicáknak. Ugye Kemi egy kicsit kényesebb, ő eleve az a kényes fajta cica, kis cukiságom. De nincsen bajuk effektíve az esővel, azt kell, hogy mondjam, hál' Istennek. Még hozzá egy pici vizet, mert nagyon-nagyon sűrű a szaftja, amivel nincsen semmi baj, de ugye, hogyha túl sűrű a szaft, akkor nem fogom tudni behabarni, mert a habarásnak pont az a lényeg, hogy sűrítsem. Hát az az igazság, hogy nagyon jó a memóriám, de nagyon-nagyon rövid, ezt Rolitól tanultam, és sajnos igaz, úgyhogy nem igazán emlékszem pontosan, hogy mikor jöttél be hozzánk először. Ugye mi már jó 2,5 éve itt vagyunk, úgyhogy... Úgyhogy a... Egy kanálnyi liszt. Kis pupozott kanálnyi liszt. Indonából. Nem kell sok, mert ugye eleve sűrű a pörkölt szaftom. Tejföl. Sajnos magyar tejfölt nem kaptam, mert nem volt időm elmenni a boltba, a másik boltba, úgyhogy ilyen angol tejfölöm van. Ebből is dúlvágyan 3 evőkanálnyi bőven elég lesz. Dúlvágyan ennek a fele. Ebből egy pici só. Keverni. Lehetőleg csomómentesre.
titka annak, hogy ne csapódjon ki instant az a tejföl, még így is kicsapódhat egyébként, hogy föl kell egy kicsit melegíteni, amit egy kis forró szafttal meg tudtok tenni. Hozzá egy picit, elkeveritek. Mert ha a hűtőhideg tejfölt hozzájöntitek a forró pörkölthöz, az instant kicsapódik. Még egy kicsi. Jaj, lecsapogtattam! Még egy kicsi. Elég rövid a szaftja, szerintem fogok még hozzátenni egy kis vizet. Oké. A látét. Kevés rajta a lé. Ugye már föl van kicsit melegítve, nem forró, de már nem hűtőhideg. Ezt most szépen hozzáöntöm a pörköltömhöz. Én leszoktam ilyenkor venni a tűzről, hogy ne rotyogjon. Kisebb az esélye, hogy kicsapódik. De nézzetek! Ez milyen szép! Persze vissza fogjuk tenni, még főzni fogjuk egy pár percig, hogy ne maradjon benne nyers a liszt. Jöhet hozzá még egy pici víz. Roli jó szaftosan szereti, úgyhogy... Tadám! Kicsit lejjebb veszem a hőmérsékletet, ne rotyogjon nagyon, mert attól is kicsapódhat még a tejföl. Fölforralom, addig főzöm, amíg a liszt meg nem föl, az durván 1-2 perc, és kész van! Emlékszem mindenre, ennyi! Örülünk, hogyha benézel hozzánk, Firti. Köszönjük szépen, hogy vissza-vissza jársz. Más az íze elsősorban. Ugye otthon többféle tejfölt lehet venni. Az angol tejföl általában ez a 18%-os. Nem tudom, mennyire látjátok. De más az íze. Igazából. Nehéz elmagyarázni. Ugye ez olyan, mint a zöldségek is. Tehát aki járt már külföldön, más országban, nem úgy, hogy Romániában, hanem otthontól egy kicsit messze, az meg tudja mondani, meg aki élt már külföldön, ugye aki volt már Németországban, az is meg tudja mondani, hogy ott is más íze van például a paradicsomnak, meg az uborkának. Szimplán azért, mert más a talaj. Ugyanez a helyzet a tejjel is. Ugye más talajban nől a zöldség, a gabona, minden, amit a tehenek megesznek, úgyhogy így módon a tej, amit gyártanak, termelnek, annak is más íze van, és így módon a tejfölnek is más íze van. De szerintem egy kicsit más módszerrel készítik, nem vagyok benne biztos. Meg lehet szokni, a magyar tejföl az intenzívebb, szerintem az a legnagyobb különbség a ízben, meg egy picit savanykásabb, mint az angol tejföl, de én szeretem ezt is igazából, jobb, mint a semmi. Ugye mi már 11 éve kint lakunk Angliában, úgyhogy hozzászoktam a kicsit más ízekhez igazából. Na, hát fődögélj, drágám. Ezt visszarakom a hűtőbe. Ugye sütöm a csirkét és kajálok! Kihűltek a magok. Álmosogatok, hogy legyen helyem.
sportapöri. Most már oda kell rá figyelni, mert hogy a liszt miatt ragad. Mindig hallom, hogy örültök, ez jó érzés. Ó, szeretés van! Kezdődik a meccs. Milyen meccs van most? Ó, és le is ragadt. Csak egy picit. Ugye a liszt az hajlamos odasülni, úgyhogy érdemes kevergetni. És csak közepes lángon főzni. Ugye egyrészt, hogyha túl magas hőmérsékletet elrontjuk, akkor kicsapódhat. És akkor lesz olyan darabos a pöri. Ami igazából nem gond, csak esztetikailag így szerintem szebb, hogyha krémesebb. Meg hogyha magas hőmérsékleten főzitek, akkor nagyobb az esély annak, hogy lesül, leragad. Magyar-francia? Na! Ennyi. Hát, hajrá srácok! Még a franciák azok jók, nem? Én nem vagyok otthon a fociban, úgyhogy elnézést kérek mindenkitől is. Szia Puskás Gergely, hello, hello, egyébként. Még én is tudom. Én nem, én egyáltalán nem követem a foci, gyerekek. Hogyha sport, akkor én játszani szeretem, nem pedig nézni. Lehet, hogy majd egy icipici fűszerezés kell még neki, mert ugye tettünk hozzá egy pici lisztet. Egy tájföld. Meg ugye még egy kis extra vizet, hogy jó szatos legyen. De mindig nem csináltam mellé köret egy gyerekek. Az anyám kis késit. Szerintem majd elszaladok boltba, veszek tésztát, mert Roli az ilyen tésztával szereti igazán. Majd főzött tésztát. Nice! Ez jó. Egy pici só még kell vele. De ugye a tejföl az a neki egy ennyi nagyon-nagyon pici savanyúságot. Nem terveztem körit enni, de hát, hogy fogok. Nem, salátázni akarok most. Nem, salátázok. Igen, nagyon pici bors. Elkeverem, és igazából készen is van. Mert ugye te, mi az már a lisztet már nem érzem benne, úgyhogy szupi-szupi. Kikapunk, mint a szar! Isten, ne legyenek ilyen negatívak! Ennyi! Soha nem lehet tudni. Mindenki megver. Tessék pozitívan hozzáállni a dolgokhoz, vannak még csodák, srácok. Ezt én, mert barátom focizik, azt mindig mondja a hülyeségeit! De legalább figyelsz! Tehát azért ezt a legyet elkapom és esküszöm, kitövöm. És kiteszem eredetentő példának a többi légyhez. Többi légynek. Na, ez készen is van. Ime a kis bakonyi sertéspör is, rácok. Föltekerem maxra, jöhet a grill serpenyő. Ugye meg fogom majd sütni a csirkecicit. Kész van a pöri! Az nagyon jó lett. Baby. Na, ezért Roli körbe fog engem puszikálni, abban biztos vagyok. Saláta, szokásos ízesítés, sóbors. Salátákhoz szeretek ilyen rózsaszín sót használni, mert ugye ennek nagyon magas az ásványi tartalma. Pici olaj már van benne a szárított paradicsomról, úgyhogy most azt még nem teszek hozzá, mert először jól összekeverek mindent, és megkóstolom, hogy kell-e még rá. És ha igen, akkor a szárított paradicsomnak az olaját fogom majd használni ízesítésnek. Elővesszük a legmegbízhatóbb konyhai eszközünket, a kezünket, és mindent jól összekeverünk. Van nagyobb keverőedényem, de abban most a csirkehulla van, úgyhogy megpróbálom ebben megoldani, hogy ne keverjem nagyon ki. Ups! Ez nem negatívítás, ez tény, sajnos. Hát igen, srácok,
Én nem követem a focit, tehát ez szény, de azért annyit tudok, hogy sajnos mi nem vagyunk túl jók fociban. Lehetetlen amúgy is. Én olyat nem kapok. Mit szeretnél? Mit szeretnél kapni? Igyekszem nem összetörni a cukkini szalagocskákat. A kis cukik! Nézd meg, tök jó néz ki a saláta. Imádom. Hello, gyere csak vissza. Ó, ez jó lett. Mm. Elég az olaj. Ugye nagyon ízes az olívaolaj, amit ugye a paradicsomhoz használtam. Ugye egyrészt most már jó egy hete áll a paradicsom abban az olajban. Van benne friss fokhagyma, be van fűszerezve, és van benne friss rozmaring is, úgyhogy jó átveszi ezt a rengeteg ízt, úgyhogy nagyon-nagyon fincsi. Mmm! Mmm! Jó kis szájtott paradicsom. Oh, nice! Ó, de jó! Esküszöm, nem akarom fényezni magam, srácok! De megint finomat főztem. Le volt zárva, hogy mindenki megvolt. Aztán kikaptunk 3-0. Jó, azért a portugálok az még nekem is valamennyire megvan, hogy a portugálok azok tényleg jók focival. Vagy ők nagyon rosszak a fociban, és azért ciki? Lehet, hogy hülyeséget beszéltem egyébként. Olyan háztartás, kérlek szépen, te a vaj, akik nem szeretnek felesleges dolgokat venni és tárolni. Igazából, de amit látod, szépen összekevertem, amit kikeverek, azt úgyis összeszedem. Van edényem, csak abban van a csirkehulla, és most lusta vagyok átrakni másik edénybe, hogy a nagy edényt utána elmossam. Mindent téged. Virti, virti, virti! A végén még itt elpirulok, kérlek szépen. Jó, meleg a szerpenyő. Mehet bele a csirke. Legjobb hang a világon. Mehet a hűtőbe. Majd a többivel. Nem jó, de akkor is reménykedtek, de sok értelme nem volt. Hát... Én mondanám, hogy a remény hal meg utoljára, de ez nem igaz. Sajnos. Tudom, te elvaj, tudom. De egyébként én ugye... Tehát így látjátok, hajlamos vagyok... kicsit túlvásárolni magam, hogyha fűszerekről meg ilyesről van szó, de hogyha... háztartási edényekről van szó, akkor próbálom a minimumot tartani igazából, mert úgyse használok egyszerre sokat, úgyhogy minek? Nem kellene más eszti, ne cuki vagy firti! Igen, meg itt eltűrölök, ne csináld! Elnyelne! Vidémetek a magyarokkal való mese szivárvány színű akarják kivilágítani a sportarénájukat. És az miért baj, hogy szivárvány színű az arénájuk? Ja, tudom, mit akartam. Nézzerek. Száraz teszka. Ugyanis. Na, sok-sok pirított mag. Megtorítom a csirkét. Én tudom, hogy nem olcsó az ilyen grill serpenyő, én is elég sokáig gyűjtöttem rá, mire megvettem. De hogyha már tehettek, srácok, vegyetek egyet. Ugyanis baromi jó. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó. Főleg azoknak ajánlom, akiknek nincs lehetőségük arra, hogy a kertben sütögessenek, ugye grillezzenek.
ez a serpenyő, ez helyettesíti. Nem lesz 100%-osan olyan füstös íze a kajáknak, mint hogyha ugye rendes faszínen sütnéd, de közel hasonló, és nagyon-nagyon finom lesz benne a kaja, úgyhogy ha van rá lehetőségetek, ruházzatok be egyre. Ezer évig jó, nyugodtan lehet suvickolni fém izével, dörzsölővel, hogyha leég benne valami, mert ugye ez öntött fém, nem lesz semmi baja, ruházzatok be egyre, srácok, hogyha van rá lehetőségetek, nem fogjátok megbánni. Én meg nem merek energiaitalt vinni, mert az utolsó. Fűszerekből, meg kajalkatrészből. Én nem veszek ruhát, nem veszek cipőt, csak hogyha nagyon muszáj. Nem költök táskára, nem sminkelek, nem költök eszméletlen dolgot a hajamra, mert nem szoktam formázni, meg ilyenek. Úgyhogy igazából azt a pénzt, amit más nő elver ilyesmire, azt én kajára költöm. Úgyhogy, jó. Hopp, hát ez szétesett. Meg általában, amiből így nagyobb mennyiséget szoktam vásárolni, az tartós élelmiszer, tehát az ilyen alapanyagok, meg a szárcukrok. Ja, tényleg arról hallottam. Nem smink ingyen van. Én nem használom, úgyhogy nekem is ingyen van. Na, magokat nagyjából össze fogom darabolni. Ha nagyobb késsel csinálnám, sokkal könnyebb lenne, de így az igazi kihívás. Na, ez szerintem készen is van. Picit füstölünk, úgyhogy igyekszem. Nehogy megszólaljon nekem a tűzviasztó. Na. Mehet vissza a tányérba. Megy a sali tetejére. Cuki vagy férfi, köszönöm szépen! És érdekes íze volt, az... azt jelenti, hogy rossz volt, vagy csak szokatlan? Te hogy vagy ronda férfi? Na, ne legyél buta, senki sem ronda. Ez nem igaz. No. Én tudom, hogy vannak bizonyos standardek, én viszont azok a standardek ellen vagyok. Amit nem látsz, nem tudod. Viszont, annak ellenére, hogy nem látlak, én biztos vagyok benne, hogy benned is van szép. Tehát attól függetlenül, hogy nem érzed úgy, hogy megütöd az effektív a standardet, attól függetlenül biztos vagyok benne, hogy te is szép vagy.
Mindenki szép. Mindenkiben megvan az a bizonyos mennyiségű plusz. És úgy a jó, hogyha nem vagyunk egyformák. Mindenki szép. Mindenkiben megvan a szépség. Lehet, hogy nem az átlagos standardnek vagyunk megfelelőek, én sem vagyok, szerintem. Viszont attól függetlenül mindenkiben van valami szépség. Olyan, hogy csúnya, olyan nincs is. Most azért, mert vannak ilyen úgymond szociális elvárt standardek, ugye, hogy így néz ki, meg úgy néz ki, meg ekkora legyen a merbőséged, meg hasonlók. Az szerintem eleve hülyeség. Mert én eleve nem akarnám, hogy valaki csak a külső miatt szeressen. Az felületes. Én ezért is nem sminkelek, meg hasonlók, és ezért is nem támogatom az ilyesmit, mert ez mind csak külsőség. A műhaj, műköröm, műszempilla, mű minden. Van benne valami, én ezt tudom, meg nem azt mondom, hogy elítélem, meg mindenkinek azt mondom, hogy fúj. Megvan a maga helye is ideje, viszont nagyon sok olyan barátnőm van, aki nem mer lemenni úgy a boltba, hogy nincsen kisminkelve. És ez szomorú. Tehát, hogyha te attól jobban érzed magad, hogy műkörmöd van, meg fested a hajad, meg fested magad, meg műszempillád van, meg ilyesmi, csináld. De ne azért csináld, hogy az emberek elfogadjanak. Ha azért csinálod, hogy az emberek elfogadjanak, és be tudj állni úgymond a sorba, hogy téged is szépnek tartsanak, az nem jó. Az nem jó. Ne azért csináld. Mondják itt a cirke? Kapcsolom akkor majd az elszívót, meg abban marad majd a füstölgetés is. Tessék, és meg kellett magad? Helyes. Neked is azt mondom, Firti, próbáld meg elfogadni magad, próbáld meg magaddal megbarátkozni. Hidd el, jobban fogod érezni magad. Mindenkinek megvannak a maga, úgymond gyenge pontjai, mindenkinek megvannak a maga félelmei, meg mindenkinek megvannak úgymond a kis kisebbségi érzései, meg hasonlók. Nekem is megvan. Mindenkinek megvan egyébként. De minél hamarabb megbarátkozol önmagaddal, elnézést! Gyors leütöm, hogy ne füstöljön. Minél hamarabb megbarátkozol önmagaddal, annál hamarabb tudod majd kezelni az ilyen negatív érzéseket. És az, hogyha valaki azt mondja magára, hogy csúnya, az nem jó. Én biztos vagyok benne, hogy nem vagy csúnya. Én nem nézem a foci meccset, én veletek vagyok, srácok. Én nézem a képernyőt, de nem látom. Festettem a hajam, akkor is fekete volt, legjobb. El vagy magad? Na, az jó. Nekem is volt egyébként festve a hajam, volt benne szőke, mert írt csíkok. Én igazából azért nem festem a hajam, mert egyrészt ugye el akarom adományozni majd, és ugye festett hajat nem fogadnak el, mert ugye a festett haja az sérült. Másrészt sajnálom rá kiadni a pénzt. Most tényleg, én fodrászhoz se járok, én magamnak nyírom a hajamat, vagy pedig a párom, Roli nyírja nekem a hajamat. Tehát én... Én ilyen fura szerzet vagyok, srácok! Én egyébként nagyon irigylem azokat, akik elég bátrak ahhoz, hogy fessék a hajukat. Mert hogyha valaki poénból csinálja, az tök jó. De ismerek olyat, aki azért festi szőkére a haját, mert a szőkéket jobban szeretik. És ez halál komoly. Van egy barátnőm, aki csak azért szőke, mert a szőkéket jobban elfogadják, jobban szeretik. Komolyan. Neked anyud vágja? Legjobb! Annál jobb. Hát itt Angliában nem tudom, hogy otthon milyen árakért dolgoznak egyébként a fodrászok. Nem azt mondom, hogy túl sokat kérnek ahhoz képest, amit csinálnak. Nem. Tehát ahhoz, hogy valaki jó fodrász legyen, rengeteget kell tanulnia, meg gyakorolnia, meg mindent. Tehát kérjék el az árát. Nem arról van szó, csak én vagyok smucik. Itt Angliában egy szimpla hajvágás, tehát még nem is, hogy új frizurád legyen, meg ilyesmi. Egy szimpla hajvágás 70 font. Ami nem tudom, hogy most magyar pezóban mennyi, de gondolom sok. Hát ez nem a legszebb avokádó, meg hatalmas a magja, de most jó lesz. Mindjárt kiszámolom, szerintem most olyan 400 font körül van a... Mi az már?
Ja, 28 ezer forint, egy szimpla hajvágás. És az, az nem is úgy, hogy új frizurád van, hanem a, csak a, tudjátok, az eltöredezett végeit vágják le a hajadnak, meg ilyesmi. Az, az 70 font. Ami... Kurva sok pénz. A barátom ronda lenne. A, szerintem is baromság egyébként, de, de ugye ez, ez ilyen... Ez, ez, ez sajnos tény. Tehát, hogy a szőkenők azok általában... Mi az már? Populárisabbak? Hogy mondják magyarul? Népszerűbbek, azaz. Ha barátom ronda lenne. Nekem már négyszer nyúltak le a fodrásznál a haja, amikor levágattam. Lassan segíg ér megint! Ennyi! Nekem is egyébként eddig ért a hajam, de most nemrég vágtam le ekkorára, mert nagyon el volt üredezve a vége. Úgyhogy muszáj volt. És még nem álltam arra készen, hogy kopasz legyek. De én is azt szeretem, hogyha jó hosszú a hajam. Mondjuk nyáron nem, mert amikor melegen van, akkor inkább a pokóba kívánom a hosszú hajamat. Mert ugye a hosszú haj az nagyon meleg. Olyankor játszok el általában a gondolattal, hogy na akkor itt az ideje, hogy kopasz legyek. Kész a kajasz, játszok! Ezt Izabel! Ilyen tányér. Rá egy nagy adag saláta. Potyogtatom mindenhova is. Jöhetnek a gyönyörű avokádók. Bocsi, Manu! Manu drága nem szereti az avokádót, de én szeretem Manut. Jöhet a csirke. Szimplán felcsíkozok, kicsit könnyebb lesz majd enni. Jöhet rá egy nagy adag mag. Egyrészt finom, másrészt ropogós, harmadrészt mert megérdemlem. Tudom, mennyire látjátok jól. Kész a kajci! És megmutatom közelről. Ta-taaam! Várjátok, erre, 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 úgy. Kész a kajcim! Jót vagyok mindenkinek! Aki még nem evett. Nagyon jó a csirke. Megvan az a, az, az enyhe füstös, kis karamellizált, kicsit égett íze, mint ugye a rendes grill csirkének. És nem kellett begyújtanom a grillsütőt. Így de szexi, ugye? Nagyon kellett már egy jókora adag saláta. Mostanában ilyen kicsit nehezebb ételeket főztem. Úgyhogy ma reggel arra ébredtem, hogy udernék egy kis salátát. Na, közi virti cuki vagy! Köszönöm szépen, jó italjad mindenkinek! Az a jó a hajdinában egyébként. Egyrészt nagyon cukik ezek a kis piramisok. Szerintem. Másrészt nagyon gyorsan elkészült, tehát tényleg 10 percig kell főzni. Harmadrészt nagyon magas a protein és a tartalma, tele van nagyon sokféle ásványanyaggal, és gluténmentes. Tehát én, aki ugye érzékeny a gluténra, én annyit ehetek belőle, amennyit akarok. Nagyon füncsi. Mm-mm-mm.
Hát ez jókor adag lett. Upszi! Jöhet egy kis avokádó. Hogyha még nem ettetek itt cukkinit, így a salátába, így nyersen, próbáljátok is, srácok, ugyanis nagyon finom. Megvan az a kellemes cukkini íze, ugye, mint a fő cukkininek is, viszont ropogós. És mivel nincsen megfőzve, így nagyon sok vitamin meg ásványi anyag, lol, benne van még mindig. Ugye a főzés közben a zöldségek elveszítik ugye a nagy a vitamintartalmukat, ugye nagyon sok minden kifül belőle. És viszont nyers, és fincsi! Szevasz Robin, mi újság? Hogy vagy most a ság? Jó, és az a girosz. Ú, de jó az a girosz. Jó kis izé, házi cacikivel. Best of. Az biztos magyar. Az tuti. Majd még, mielőtt ténylegesen bekomálok, elszadó boltba veszek tésztát, mert azt elfelejtettem venni most reggel. Megfőzöm majd a tésztát Rolynak, mire hazaér. Meg majd neki fog esni a sertéspörének, abban biztos vagyok. Az a jó ebben a kajában, hogy ilyen laktat, viszont nem nehéz. Mert rengeteg minden van benne. Egyrészt baromi jól néz ki, másrészt baromi finom. Harmadrészt tudom, hogy egészséges, úgyhogy még jó is érzem magam tőle. Ejha! Az szép firti, le a kalappal! Ügyes vagy! Hát akkor jó pihenés neked, Robin! Kellemes hétvégét egyébként! Nyásványi! Köszi, Mika! Pedig bíztam benne, hogy elfelejtitek. Francba. Miért anyud nem tud főzni? Meg a kut se. Köszönöm szépen, Lifi, megvan. Nagyon finci lett a saláta. Ugyan, nagyon jó esik, gyerekek. Tiszta boldog vagyok tőle. Ja! Hát figyelj, ha éhesek lesznek, csak esznek, nem? Vagy csak főznek majd. Előbb-utóbb, nem? Valahogy majd csak túlélik. Akkor szendvicset csinálnak! Hát csak megunják majd egyszer. Hát ez tényleg jókor adag kaja lett. Sajnán érződik a friss fokhagyma, ugye az olajból. Meg nagyon-nagyon-nagyon halvány kis rozmarin utó íze van. Brutál.
mire egy kaján. Ugye, felnőtt emberek előbb-utóbb csak rájönnek, hogy főzni kéne. Majd megunják azt a szendvicset. Én azt nem tudom elképzelni, hogy például Roli is képes arra, hogy főz egy hatalmas adagnyi kaját, és 5 napig azt teszi. Ugyanazt a kaját. Hogy nem unja meg? Én nem. Én szeretem a változatóságot. Ők képes 5 napig ugyanazt tenni. Naponta 3-szor. Nyőrén biztos kiöltözök. Figyelj, felnőtt emberek tudnak vigyázni magukra. Jó, fúj, egy picit a szél. Az nagyon jól esik. Jó ötlet volt, Eszti néni. Ennyi, Firti, ennyi. Sok sikert neked majd az önálló élethez, tessék élvezni. Megvannak a maga hátrányai. De megvannak a maga előnyei is. Az biztos. Rúcica szivatja a szomszéd kutyát. Én is az voltam egyébként. De amikor beléd üt a tudat, hogy tényleg már elköltözöl otthonról, saját magad fizeted a számláidat, meg minden, akkor annak van egy feelingje. Először is nagyon ijesztő, amikor megjön az első sárgacsek. Legalábbis nekem az volt. De megvan a maga feelingje. És egyből vissza is mentem. Hát azért igazából most kezd a legmelegebb lenni, úgyhogy tessék bent maradni. Egyrészt nem, hogy hőkutát kap, másrészt nem, hogy megégj. A napot... Jaj! Roli, milyen cuki volt! Ugye a mostani csütörtöki vlogjában ugye fölvette, ahogy elment a tengerpartra, meg sétált, meg ez az amaz. Egyrészt 10 percig kellett vele veszekednem, hogy sikerüljön rá bennem, hogy menjen el, vegyen a naptejet és kenje be magát. Be is kente magát, amivel nem volt semmi gond, csak elég hanyag módon, mert ugye ilyen rövidújú ink volt rajta, és addig, ameddig ért az ink, ott volt egy ilyen csík, ahol nem kente be rendesen a felkarját, ott leégett, meg a tért hajlatát nem kente be, és az is úgy leégett, mint a disznó. Nagyon durva volt. Jaja, ilyenkor csúcsidőben nem nagyon szabad kimenni a napra. Mindjárt jövök cicám játszani. Mindjárt jövök cukortizok és jövök játszani, jó? Ennyi, Firti, már csak egy picit kell kibírni. És lehet költözni el otthonról. Olyan kis cuki, mindjárt jövök cicám. Mindjárt jövök ki. Tejföllel! LOL!
Se a baj, legjobb. Nem. Nálunk éppen ősz van, teljesen be van borulva. Szerdán este jött meg a vihar, villámlással, égzengéssel, minden, amit el tudsz képzelni, amit Angliában egyébként nagyon-nagyon ritka. És azóta hideg van, tehát ma reggel délelőtt, most így live előtt be kellett kapcsolni egy kis depütést, mert majd meg fagytam fölöltözve. Most ilyen 10 fok körül van. Be van borulva két napja. Esik az eső, fúj a szél. Nálunk november van, kérlek szépen. Hány cicád van, Firti? Négy! Oh my god! És nincs egy négy! Igazából, hát úgy az átlag hőmérséklet az ugye lényegesen alacsonyabb, mint az otthoni. Bár nekem semmi bajom nincsen. Igazi nyár általában itt olyan 1-2 hét van, amikor ez a 30 pluszos meleg van. Általában július vége, augusztus környékén szokott előfordulni. De egyébként hál' Istennek egész elviselhető az angliai nyár. A tél az meg, hát szintén 1-2 hét igazi tél van, amikor komoly fagyok vannak. És komoly fagy alatt ilyen mínusz 5-öt értek egyébként. Ugye mi Anglia déli részén élünk, tehát ugye északon, az teljesen más. De mi lent élünk a déli tengerparton. Úgyhogy itt eléggé kellemes az időjárás, azt kell, hogy mondjam. És nem igaz Angliára, hogy állandóan esik az eső. Ez nem igaz. Rokonok vagyunk, úgy bizony. Nem hiszem, hogy többet esik az eső, mint otthon. Viszont többet van beborulva, ez viszont igaz. Tehát amíg otthon, ugye télen is van, hogy napokig teljesen tiszta az ég, és nincsen felhő, meg minden. Itt szinte folyamatosan be van borulva télen. Ez tény. Nyáron sokkal kevesebbet esik itt az eső, mint otthon, mert ugye otthon vannak azok a hatalmas zivatarok néha minden este. Itt úgy van, hogy 2-3 hétig szinte semmi eső nincsen, és aránylag meleg van, akkor utána megjön egy front, akkor egy hétig hideg van, és esik az eső, aztán megint 2-3 hétig nincsen semmi. Angliára inkább az a jellemző, hogy borús. Az viszont igaz. Télen, nekem ez egyébként nehéz volt megszokni, hogy télen nincsen napsütés, vagy legalábbis nagyon ritkán. És nem hosszú ideig, ugye nem úgy, mint otthon. Ezt nehéz volt megszokni, de amúgy ennek ellenére, és éppen azért, mert szinte folyamatosan be van borulva, nincsenek azok a brutál hidegek. Tényleg. Mapar, úgy, ezt is zabál. Ennyi, Firti, gyertek szépen kifelé Angliába, ti is, ha lehet. Mindenkinek azt mondom, ha megtehetitek, próbáljátok meg. Menjetek ki külföldre dolgozni. Azt mondjátok meg, hogy megpróbáltatok, és ne azt, hogy ne próbáltatok meg. Most sértődött, mert nem kapott szegény csicsa. Nyomottál neki. Ennyi. Mondjuk nyers májat én sem szoktam, meg szoktam főzni előtte. Merre van bátyád? Szia, kemény cicsa! Nem tudom, ma mi ütött kemény cicába. Ő nem igazán játékos, ő az a bújós cica. Ő az a nagyon-nagyon szeretgetős cica. Nagyon ritkán tör rá az érzés, hogy nagyon most akkor játszani akar. Ma délelőtt, én nem tudom, mi jutott bele. Tudjátok, akinek van macskája, az tudja, hogy miről beszélek. Vannak olyan pillanatok, amikor a macskának elgurul a dilibogyója, és rohangálnak össze-vissza. Leföl, előre, mindenfelé a lakásba. Na ez
ez történt Kemi cicával is, ez volt szerintem a harmadik alkalom, amióta nálunk van, és az most már jó két év van. És rájött a játszatnék. Nagyon-nagyon-nagyon, szó szerint elgurult a dribogyója. Olyan, hogy játszottunk délelőtt, hogy az valami hihetetlen. Úgy kifáradt, hogy most kelt föl. Mint van délután 14:30 nálunk, 11 óra óta aludt. És általában délben már hisztizik, hogy éhes, és csak most kelt föl, olyan szintén kifáradt a kiszokja. De annyira aranyosod, ugye Kemi cica ez a, még egy kicsit zsíros, úgyhogy lötyög rajta a háj. Meg ugye eleve nagyon nagy a bundája, ugye ez a kis dagadt kis testével, hogy rohangált össze-vissza. Hát az valami eszméletlen cuki volt. Én olyan jól nevettem rajta, nagyon aranyos volt. Az egyik az jövök a hajtónak. Úristen. Balon, cica. Eszik majd kihány és eszik újra, úgyhogy nem kapom, amikor kér, csak amikor... igen, akkor vigyázni kell vele, Lifi. Ez így van, ez így van. A Kemi cica is hajlamos a mohóságra. Igen, akkor az olyanra sajnos oda kell figyelni. Viszont cuki, amikor meg van sértődve, az biztos. Az, az igazság, hogy nem tudom, hogy Brexit út, ami a szabálya annak, hogy ki lehessen jönni Angliába, de ugye mivel van kint családtag, itt szerintem rajta keresztül ki tudnak jönni. Mi az a som? Kéhé megőrült a billentyűzetem? Lehet, hogy kicsit beragadt, előfordul. Előfordul, kérlek szépen. Jobbra barra dölök. Úristen. Az nagyon cuki lehet. Szia, te kis bolond! Léci, Firti, Léci! Jó, hát a cuki videó! Kasi! Minden cicás dolog, mert minden cuki dolog jöhet. Lassan befejezem a kajálást, látszok. Úgyhogy... Lassan gondolkodjuk el azon, hogy kit fogunk megrédelni. Két main kunod van, azt a mindenét, azok gyönyörűek. Mert mondjuk minden tisztat gyönyörű, ez igaz. De a main kunok azok hatalmasak. Wow! Nem örülnek annyira. Hát az az igazság, hogy most a Brexit miatt rengeteg bevándorló hazament, és hiányban úgymond ilyen átlag munkásokból. Ezt komolyan mondom. Ugye nagyon sok bevándorló a vendéglátásban dolgozott, úgyhogy most hiány van gyakorlott vendéglátósokból minden területen, tehát nem csak pincérekre gondolok, hanem tényleg szakásra, mindenre. Hiány van egészségügyi dolgozókból, ami nagyon durva. Meg hiány van a sofőrökből, közmunkásokból, mármint ilyen... A közmunkás az itt nem olyan, mint otthon. A közmunkás az, aki mi az már az önkormányzatnak dolgozik, és ugye az ilyen útépítés, meg mindenféle építkezéseken dolgoznak. Azokból van hiány, tanárokból van hiány, meg az ilyen átlag szakmás szakma, tehát az átlag szakmában dolgozókból van hiány.
csak bekamuzom, ups. Én se írni, se olvasni, se beszélni nem tudok, tehát... Miattam ne aggódj, Firti. Hét kis cicája volt, úristen szegény. Na, az durva. Két cuki mini vadmacskák. Úgy félti, de nem mondjuk el senkinek, maradjon titok, mit szólsz hozzá. Hát ezután tényleg jön a kajakóma, gyerekek. Ez jól esett a lelkemnek, és a szervezetemnek is. Kinek van kedve mosogatni? Valami most nincs sok. Nagyon elmostam már. Nem vészes. Gyere anya! Kapcsolj be kajcsit. Gyere, Nikolett, te is! Tartunk majd egy kis csajpartit, mit szóltok hozzá? Piazza, Evelyn, Miskolcon is lehet dolgozni Londonban. Biztos vagyok benne, hogy valamennyire átfogja alakítani, meg már most átalakította, ugye nagyon sok cég csak úgy vesz föl embert, hogy távmunkára már, hogy Angliában egyébként. Ja, vagy kacsa! Én macskának olvastam, elnézést kérek, Robin. Én vagy macskának olvastam. Bocsika. De a kacsák is cukik. Kis pályhás, kis cukimukagy. Én kérek elnézést. Látod, nem tudok olvasni. Én mondtam. Éppen előtte mondtam. Elnézést kívánok egyébként. Nem ittam meg a kávémat. Most fölmelegítjük. Hirtelen volt valami hiányérzete, mondom, valami hiányzik. Megjön macska néva, haver! Mert? Ja, legjobb. Ennyi. Így már érthető. Utolsó falat. Boldog a pocim! Nagyon finom a gyerekek! Hát a pörinek nem maradt hely. Nem baj, majd később.
különlegesnek ennyi időt sehol se töltöttem. Most megtisztálva érzem magam. Köszönöm szépen. Nagyon cuki vagy. Na, de srácok, hát én ettem, és kész van a kaja is, úgyhogy megyünk és megdédelünk valakit, mit szóltok hozzá? És még egyszer se kaptam timeoutot, meg pont. Figyelj, ami később nem múlik. Ha nagyon szeretnéd, kibannolhatlak. Csak hogy elveszítsd a bannszüzességedet. Utána feloldom, ne aggódj. Csak ezzel nem múljon a boldogság. Ne, de hogy is. Csak hogyha akarod. Na, de tényleg megyünk, megdédelünk valakit, srácok. Lassan nekem beüt a kajakóma, és meg boltba is kell mennem. Értettem, Nikolett! Köszönöm szépen, Lifi! Meg lesz! Jó, van még vizem. Na most aztán tényleg tele van a poszakom, köszönöm szépen. Szűz maradok még? Szóljál, hogy... ...van szüzességedet. Csak egy szabadba kerül. Na jó, van tényleg megyünk megrendelünk valakit, egy pillanat is jövök vissza. Megrédeljük a Atom Jason-t. Nagyon régen láttam már, hogy streame, éppen World of Warcraft-ozik. Amit tudom, hogy teljesen más ahhoz képest, amit most itt csináltunk, de hogy én nagyon szeretem a babot. Szeretem Jason-t is, úgyhogy nézzünk be hozzá. Ezt én nagyon huncut, meg privátban megbeszélünk. És meg én vagyok a huncut? Már is jó, örülök neki, én is jól érzem magam, köszönöm szépen. És nagyon-nagyon szépen köszönöm, srácok, hogy itt voltatok velem. Puszantás mindenkinek, további kellemes hétvégét, kitartást a meleghez. Én élvezni fogom itthon a hideget, ne aggódjatok. Ez igaz? Hogy ha esetleg nagyon unatkoztok, akkor nézzetek fel a YouTube-unkra, ugyanis egy elég sok videóval várunk benneteket szeretettel. Fölkerült ezt és mindenki, úgy. Hello mindenki. Ugye fölkerült a heti kóstolónk is, amiben ilyen kis gólyós italokat kóstoltunk meg. Nem állalok egy többet, nézzétek majd meg. Holnap Rolival együtt fogunk streamelni, ami ugye mostanában elég ritkán fordul elő. Risk of Rain 2-t fogunk játszani, és ezzel fogjuk lezárni majd a Narnia hetet. Jason-nek mondjátok, hogy kiküldöd benneteket, Shadow-nak csak még mindig. Ki fog durranni a poszakom. Szeretés van, srácok! Sziasztok, további jó stream nézést nektek! Te mi húzott szépezni? Ilonka? Csak lehet, hogy elpiruljak. Ennyi.